Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most már tudom, rendszeresen ennyien leszünk a templomba, ha rendszeresen eljön közénk Csaba testvér, mint ahogy most először. De azért lehet, hogy valóban nem utoljára. Nagy szeretettel köszöntöm őt, aki itt még nem járt, de már lassan több helyen járt Magyarországon és Európában, és az egész világon, mint mi halandó emberek. Mert ő egy kicsit nem is annyira halandónak tűnik már, hanem a Jóistenhez legalább annyira közelinek, mint a földhöz. Így hát nem egy földhöz ragadt ember. Elszaladtak az évek, évtizedek az ő életében is, de az utolsó 20 év volt az ő életében a legfontosabb. A dévai 20 év, ami ott kezdődött azzal a néhány kis pincurkával, akiket szeretettel befogadott az addig üres ferences kolostorba. Ma pedig már nem csak Déván, nem csak Erdélyben, hanem a Magyarországot körülvevő magyar területeken, ugyanúgy, mint Európa különböző országaiban ismerik Csaba testvért. Ha én Kartali lennék, akkor most az atya intésére, mert az atyából ez úgy kikívánkozik, még meg is tapsolnám Csaba testvért. És hogy ne legyen túlságosan hosszú a várakozás, már is kezdjük el a szentmisét. Atya, légy szíves! Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek! És a kedves, szeretett testvérek, ezen a szép novemberi vasárnapon milyen jó dolog, hogy közénk jön az élő Isten. Milyen jó, hogy az ő nevébe összegyűlhetünk szeretettel, békébe. Szentmise elején nézzünk magunkba, vajon lelkünk ünneplő köntöse rajtunk van, és úgy éreznénk, hogy bármi is vádol Istentől, egymástól, alázattal, bűnbánó szívvel, kérjünk bocsánatot. Gyónum! Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennel. Thank you.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked minden javak szerzőjének, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Makabeusok második könyvéből. A pogány Antiochus Epifánes uralkodása idején történt, hogy elfogtak 7 testvért anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, akik a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: mit akarsz tőlünk kérdezni, vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit. A második, amikor már végét járta, felkiáltott: te gonosztevő, földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg. Utána a harmadikat kínozták meg, amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran oda tartotta. Hősiesen mondta: az ég adta, de törvényeiért kevésben veszem. Remélem, újra visszakapom tőle. Még a király is környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette. Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket. Amikor már halálán volt, így szólt: vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abban az Isten adta reményben, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre. Ez az Isten igéje. Betölt engem színet látása, midőn felébredek, Uram. Szilárdan járok Isten útjain, add, hogy lépésem meg ne inogjon. Kiáltok, hiszen meghallgatsz, Istenem, hajolj hozzám, hallgasd meg kérő szavam. Jobb létre ébredek, ha meglátlak téged. Öröm tölti el szívemet, ha megmutatod tündöklő arcod fényét. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Isten, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jótedben és szóban. Végül imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen, és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié. Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és Krisztusi türelemre. Ez az Isten igéje. Isten igéje. Alleluja! Alleluia.
virrasszatok szüntelen, hogy az ember fia elé méltón álljatok. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás. A világ fiai nősülnek és férhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba, és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férhez, hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Kedves, szeretett testvérek, hallottátok az evangélium olvasmányait, Szentírás olvasmányait, Makabeus könyvében. Ennyi torzsalkodás, veszekedés. Igazából, hogyha megkérdeznék, hogy ez a közel 5000 gyerek, aki hozzánk bekerült az elmúlt 7 évben, 20 évben, miért is került hozzánk, szinte mindegyik sorsát vissza lehet vezetni a torzsalkodásra, veszekedésre. És hogyha megnézzük alázattal a mi világunk bajait, gondjait, azokat a sebeket, amiket mindannyian hordozunk, szinte mindegyiknek a gyökerénél ott van, hát a széthúzás, az egyetnemértés, a veszekedés. De vajon egyáltalán ezen a földön lehet békébe, testvéri szeretetbe élni? Hitévében vagyunk. Persze, hogy lehet arról is beszélni, hogy mi miben hiszünk, hogy mennyire hiszünk, hogy mennyire mély a mi hitünk, de hogyha ebbe mennénk bele, ebbe a témába, akkor lehet, hogy megszégyelnénk magunkat. A gyerekeknek azt javasoltam, fordítsuk meg a kérdést, és inkább arról beszéljünk, hogy jó Isten, miben hisz? Mennyi atya? Például hisz-e abba, hogy lehet ezen a földön békében, szeretetben együtt élni? Én azt gondolom, hogy karácsony estén nem küldte volna közénk egyszülött fiát az Isten, ha nem hitte volna az, hogy az emberiség képes szeretetbe, békébe élni. Jézus gyermek formában nem jött volna közénk, ha nem hitt volna abba, hogy az emberek jók, szeretetre méltók, és jó velük együtt lenni. Igen, Isten hisz bennünk. Hiszi az Isten azt, hogy az ember képes egy asztalhoz ülni vele is, párbeszédet folytatni, szeretetbe, békébe. És olyan jó látni azt, hogy az Istent, hogy mondjam, a kudarcok nem hátráltatják, vagy nem állítsák meg. Ugye a gyerekeknek mondottam viccesen, ugye, hogy hát ha jó Isten, Jézus Krisztus olyan lett volna, mint a mai fiataloknak nagy része, vagy amilyenek mi vagyunk, hát akkor már karácsony estén sírva hazaszaladhatott volna az ő drága mennyei atyához, hogy na mennyei atyám, tud, azt gondolod, hogy ezek vártak engemet? A csodát! Hát a József szegény hosszan kopogtattottam Betlehemtől Názáretig, minden kaput, nincs hely, menj tovább, nem kell lesz. Nem fogadtak be, aztán nagy nehezen, csak én tudom, hogy megszülettem egy istálóba ottan, bőgtek a marhák, szinte letapostak a tehenek, összevegyültem szénával, szalmával, az a bafla Heródes, ami katonája volt, azt mind a nyakamba küldte. Hát én ezt nem bírom, mennyei atyám, hát váltsa meg ezt a világot, aki akar, én eljöttem. De milyen szép, hogy Jézus nem ezt mondja.
menekülni kell Egyiptomba, biztos, hogy gáz, de még belefér. Nem adja fel, nem dobja be a törülközőt. Milyen jó lenne megtanulni, és később is Jézus életében úgy látom, hogy hát ez a párbeszéd az emberiséggel, az egy asztalhoz való ülés, hát eléggé nehezen megy. De Jézus nem hátrál meg. Virág vasárnapján olyan szívbe markoló, hogy mondja, hogy virág vasárnap előtt, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotló a csibét, nem akarjátok, nem megy. De milyen jó, hogy Jézus nem azt mondja, hát ha nem megy, akkor ne erőltessük. Hanem mit mond? Hát újból virág vasárnapján bevonul, próbálja összegyűjteni az ő gyermekeit. És ott a kereszten, a tenyerébe szeget vernek, és Jézus alázattal, szeretettel akkor is azt mondja, atyám, ezek nem rosszak. Most egy kicsit elkapkodták a dolgot, de bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Testvéreim, mi ebből a hitből kell táplálkozzunk. Ez a krisztusi hit, amelyik bízik az embertársba, amelyik nem adja fel. Milyen jó lenne a férjeddel, feleségeddel, gyermekeddel, szomszédoddal, amikor párbeszédet folytatsz, ez a krisztusi hit ott ragyogna te szívedbe. Ne adjuk fel, ne engedjük el egymás kezét, ne taszítsuk el a másik kezét, küzdjünk egymásért. Jött egy koldus, alamizsnyát kért tőlem, és mikor kezét kinyújtotta, láttam, egy nagyon furcsa sebb hely van a kezén. Mondom, ez honnan van? Hát azt mondja, hogy a körfülész levágta. Hát, és mondom, hogy, és maga mit csinált? Azt mondja, lehajultam a fűrészkorpába, felvettem a kezemet, levertem róla a fűrészkorpát, és mentem az orvoshoz, hogy varja vissza. Hát gondolják el, hogy szegény orvos, amikor meglátta, hogy ez egyszerre két kézzel integet neki, hát hogy mondjam, ez... Fogaras városa mellett, ott Erdélybe, Dél-Erdélybe, kis faluba történt. Hát a körorvos mondta, hogy ő ehhez nem ért, ő ezt nem tudja megcsinálni. Hát ki tudja megcsinálni? Hát azt mondja, őt vásárhelyén képezték, ott vannak professzorok, ott biztos megtudják. Ez a férfi akkora cirkuszt csinált ott, hogy adtak neki egy zacskót, belerakta a kezét, a hüttőbe mi jég volt, ráraktak, és be az autóba, és elindultak vásárhelyre. Hát az több mint 300-400 kilométer, tehát jó távolság Erdélybe. Megérkezik, persze betegbiztosítás, nincs semmi, nincs elékészítve. Zacskóba mindig aranyhalacska, úszik az ő keze, és azt mondják, hogy varják vissza. Szóba se akartak vele állni. És akkor, hát azt mondja, hogy leborult ott a kórházba, elkezdett sírni, könyörögni, hát imádkozni, rimánkodni, meg gondolom kárinkodni, meg minden, ami ott a csőbe belefért, azt mondta. Végül jött egy professzor, és mondta, jó ember, ne csinálj itt ezt a cirkuszt. Hát 1% esélye nincs, hogy ezt a műtétet, ha elvégzik, ez sikerül neki. Na ugye, de ez ilyen egyszerű ember, matematikában nem olyan járos, hogy csak azt hallotta, 1%, egy kéz, nagyszerű, essünk neki, hol a tűz cérna. És ha hiszik, hanem én ezzel a kézzel kezet fogtam, és akkor ez a férfi megszorította a kezemet, én bizony alázattal lehajultam, és a koldus cigány embernek megcsókoltam a kezét. Mert lelkem mélyén arra gondoltam, hogy vajon bennem lett volna ennyi hit? Vajon én le tudtam volna hajolni a kezemért a fűrészmozdba? Vajon... Mikor az első orvos azt mondja nekem, hogy nincs itt lehetőség. Vajon én jobban hittem volna az orvos tudományába, mint az orvos maga? Az emberek jóságába tudtam volna én ennyire hinni, az imádság erejébe? És azt gondolom, testvéreim, hogy nem. Tehát, ha belegondolunk valahol, nem itt van a legnagyobb problémánk, hogy olyan könnyen elengedjük a társaink kezét, házasságuk fele szétbomlik. Olyan könnyen elengedi az ember a saját álmait. Egyetemre jelentkező fiataloknak több mint fele abba hagyja a tanulmányait. És így tovább. Vállalkozás, ha megy, megy, ha nem megy, annyi baj legyen. Olyan könnyen elengedjük őseink
földjét, mindazt, ami a miénk. Milyen jó lenne, ha Jézus Krisztusnak ezt a küzdő, másikért kiálló, szeretetteljes odaállását megtanulnánk. Nem szabad elkeseredjünk, mert az emberiség, vagy mondjuk csak a népünk nagyjait nézzük. Hál' Istennek, a történelem folyamán azért voltak nekünk olyan államférfiaink, olyan előjáróink, akik ezt a hitet nagyon szépen, erősen, keményen képviselték. Én Erdélyből jövök, Erdély védőszentje, Szent László király. Annyira tetszik, ha megnézitek az ő életét, hogy igazából egy polgárháborús helyzetbe kerül a magyar trónra. Itten különféle erők egymás ellen harcolnak. Pogány magyarok, keresztény magyarok, meg mindenféle magyarok, akkor is szét tudtunk húzni. És Szent László olyan szép, hogy, hogy mondjam, mindenkivel szóba tud állni, mindenkivel párbeszédet kezd. Somogy várába benceseket terepít, hatalmas, öt hajós, nagy bencés, ilyen románkori templomot épített. Szerzeteseket megbízza, hogy magyarázzátok, érveljetek, tanítsátok a népet. Jobb békébe, szeretetbe élni, mint ellenségeskedni. Hát tanuljunk Krisztustól, aki nem hátrált meg, aki nem emelte fel a hangját még a kereszten sem. Nem ütött senkit arcul. Szeretet útján kitartott. De ugyanígy, hát az ő családja azért sokat szenvedett Szent István király idejébe, és mégis nem a bosszú, nem az ellenségeskedés lelkülete vezeti őt, hanem a szeretet, az őszinte nagyrabecsülés István műve iránt, és trón oltárra emeli Istvánt, Szent Imrét. De nem csak a honfitársai iránt tud nagylelkű szeretettel lenni Szent László. Valószínű, hogy ismerős az a történet, hogy betörnek a kunok, ugye ottan Beszterce környékén rabolnak, és Szent László katonáival elmegy, győzedelmeskedik. És ugye hát ilyen korabeli népszokás volt, hogy a legyőzött ellenséget levágni, hát az ő katonái is ezt kezdték tenni, és azt írja az életrajza, hogy leborult, és sírva kérte a vitézeit, hogy ne bántsátok. Az a legyőzött ellenséget nem bántsátok. Hívunk papokat, tanítsák őket, megmagyarázzák nekik, hogy hogy lehet békébe, szeretetbe élni. Elég nagy ez a Kárpát-medence, van itt hely bőven mindenkinek, letelepítsük őket. Békébe együtt építsük az országot, és háborúba együtt védjük meg. Integrálni, befogadni, szeretettel a másikat megszólítani, bízni abba, hogy ő jót akar, hogy vele együtt gazdagabbak leszünk. Ez a Szent Lászlói örökség. Erdély egy másik nagy történelmi személyisége, Betlehem Gábor. Elhoztam az ő zászlaját. Gyere, kérlek szépen. 400 évvel ezelőtt október 23-án választották Kolozsváron Erdély fejedelmévé. Nagyon szép történelmi esemény. Elhoztam az ő zászlaját, mert, hogy mondjam, meri rárakni a zászlóra, ugye Erdélyt be szászok is éltek, Siebenbürg, Hétvár, így mondják németül. Tehát az ő szimbólumukat is rámeri varratni az ő zászlajára, és ott van a kék mezőben a nap és a hold, a székelyek szimbóluma. És ott van a turulmadár, a magyarok szimbólum, ott együtt élünk, hát egy helyt van, hely az ő zászlaján ezeknek a szimbólumoknak, a családi címere mellett is. Vörös Szentlélek tüze, lángnyelvei ott lobognak az ő zászlaján, mert tudja azt, hogy hát bennünket mi tud összefogni? Isten szeretete, a Szentlélek tüze, csak az képes bennünket összefogni. Mikor ő fejedelem lett, mielőtt fejedelemé lett volna, ugye, hát Mohács, Buda eleste után egy szörnyű, félelmes, fájdalmas történelmi események előzték meg. És ugye, hát
Persze akkor is gondolom, hogy egyesek így próbálták ezt a dilemát megoldani az osztrákokkal, aztán mások másképp, mindenki más felé húzott. Olyan is volt, hogy Erdély területén 4-5 hadsereg masírozott és mészárolta egymást. Mindenki másképp akarta. Tehát akkoriban a pártbeli viták, hát biz a karddal, hogy mondjam, voltak megoldva. Betlen Gábor nagyság az, hogy mert elmenni a kanizsai passához, a temesvári passához, igen, volt egy fájdalmas mohács, de hogyan tovább? Na akkor új nap víradt. És ezek az emberek elvitték a szultánhoz, és elmert menni az oroszlán barlangjába, és párbeszédet mert kezdeményezni a szultánnal magával. És így létre tudott hozni egy olyan egyensúlyt az osztrákok, törökök között, amelyik oda vezetett, hogy Erdély aranykora felvíratt. De nem csak a külső erőkkel tudott ő bölcsen, okosan párbeszédet folytatni, hanem az országon belül is. Hát elődjét, ugye Báthori Endrét, a székelyek hát lefejezték Csíkszentdabokoson. Egy másik elődje, Báthori fejedelem, megostromolta Nagyszebent, elvette a szászoktól, utána Brassót támadta meg, azok behívták a havasalföldi román vajdát. Szóval, hogy mondjam, ebbe a hangyabolyba olyan ügyesen tudott begyúlni, hogy végül mindenkit egy asztalhoz tudott ültetni. És ebből a párbeszédből, ebből az összefogásból, hát ugye, Erdély tündérkert lett. Tanuljunk az eleinktől. Ugye azt mondjuk, a történelem a népek tanító mestere. 1848-ban ugye felcsap a forradalom lángja. Mennyit emlékezünk ezekre a nehéz eseményekre? Hány halott, hány csata? Aztán végül ugye világos, Arad, és vége mindennek. De igazából nem lett vége mindennek, mert 1857-ben az esztergomi herceg pirémás vezetésével több tízezer ember elindul innen Magyarországra zarándokolni, Mezítláb, Máriacélbe. Máriacél ugye még Bécsen is benne van, és mennek ezek a magyarok alázattal, imádkozva, zászlókkal, énekelve, rózsafűzért mondva, és az osztrák falvakból az emberek az útszélén felsorakoznak. És a kiküldött osztrák katonák, belügyes ugye, rendőrök díszsorfalat állnak, az imádkozó, a éneklő, rózsafűzért mondó emberek hatalmas oszlopa mellett. És Ferenc József megérti azt, hogy igen, le kell ülni, tárgyalni, behívatja a belügyminiszterét, a tanácsosait, kirúgja őket, és tényleg elindul egy párbeszéd, és hát ugye 1867-ben aláírják mindazokat a törvényeket, amiket a forradalmi kormány megfogalmazott. Szinte mindent aláírnak. Miért? Azért, mert amit ellenségeskedéssel, harcolással nem lehetett elérni, az párbeszéddel, imádságos szeretettel, türelemmel meg lehet valósítani. Mennyire jó lenne, ha tanulnánk a múltunkból párbeszéd. Ugye, ez nem csak a múltban volt így. Az idén szeptemberben szinte mindenki érezte a levegőbe, és az újságok arról szóltak, hogy elkerülhetetlen, hogy Szíriába ne szakadjon le az ég. Nagy, hatalmas hadihajók, amerikaiak, oroszok, mindenki felvonult. És akkor Ferenc pápa nagy-nagy alázattal, szeretettel azt mondja, hogy beszélni kell, imádkozzunk. Szeptember 7-én böjtölünk, imádkozunk, kérjük a béke királynőjét, hogy járjon közbe, hogy diadalmaskodjon az emberi szó.
Ferenc pápa nagyon jól tudja, hogy 2000 évvel ezelőtt ugyanazon a damaszkuszi úton, ami Istenünk Jézus Krisztus találkozott egy terroristával. Hisz ugye ez a Saul éjnek idején elindult, hogy ideológiai, politikai alapokon ő gyilkosságokat szervezzen. Megy Szent István kivégzése után, hogy még tovább folytassa ezt a gyilkos mesterségét. És milyen szép, hogy Jézus Krisztus nem bombázta le ezt a Sault, nem rúgta fel, mint egy bolond gombát, hanem azt írja a Szentírás, hogy odament, párbeszédet kezdett. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És olyan szép, mert ennek a párbeszédnek a vége ugye az, hogy Saulból Szent Pál lesz a népek apostola, ki megírja csodálatos leveleit, bejárja az akkori világot, és megírja élete végén a világtörténelem legszebb, legtöbb nyelven kiadott, legtöbb kiadást megért költeményét, a szeretet himnuszt. Mennyivel szegényebb lenne az egyházunk, ha Jézus Krisztus akkor ott, hát agyon sújtotta volna egy villámmal ezt a Sault, nem? Testvéreim, ez a történet rólunk szól, mert a mi családjainkban is, ugye, ezek a feszültségek mérhetetlen sebeket tudnak okozni. A párbeszéd, az imádság, egy jó szó, annyit tud gyógyítani, és ne gondoljunk valami nagy dolgokra. Elmondok egy kedves történetet, aztán, hogy mondjam, ugye jön egy atya, egy asszonyka, három kicsi gyerekkel, ugye gyermekeket fogadunk be, hát valamikor egész családok jönnek, hogy az ő férje őt elkergette, és akkor jön az asszonyka, hát egyik gyerek se járt még iskolába, picik, minden kisírt szemmel, mutassa vállát, csupa kék, hogy az ő férje őt fészi fokával megverte, hát. Most erre mit mondjon az ember? Hát mondom, hogy itt egy vendégszoba, pihenjen le, aludja ki magát, aztán csak lesz valahogy. Hát az asszonyka elment, aztán hányszor találkoztam vele, itt, ott, bárhol a folyosón, utcán, az mindig szitta a férjét, hogy milyen durva, kegyetlen, hogy miket csinál meg minden. Most erre én mindig összeszorult a gyomrom, az utcára nem rakhattam ki, nem is akartam. Aztán eltelt vele 3-4 hét, és hát egy kis kerek kalappal, hát az atyafi jön, és azt mondja, hát itt van ez a felesége, és mondott egy jó csúf jelzőt, hát mondom, hogy beszél maga a feleségére. Itt van, de hát az magával kell, magával fekszik, az egyébről nem tud beszélni, csak magáról. Hát azt nem mondtam, hogy miket mond, de ez így igaz. Nézett nagy kerek szemekkel, hát mondom, nézze, hogyha én magának az udvaráról egy kecskét elhajtanák, mit csinálna? De őszintén, az ő leszúrna a villával. Hát mondom, maga meg 3 szép gyereket, asszonyostól elhajt hazúról. Hát hol az esze? Nézett nagy kerek szemekkel, mondom, hozott-e virágot? Hát azt mondja, kellett volna? Hát mondom, jó ember, mikor udvarolt, vitte virágot? Azt mondja, igen. Nos, amikor a virágot odaadta az asszonykának, mit csinált? És akkor rám nézett, hogy állt egyik lábáról a másikra. Azt mondja, hát turbékolt. Mondta, ilyenek a nők, hogyha virágot adunk nekik, turbékolnak. A fészi fokával verjük a vállukat, akkor sikoltoznak. Hát ez ilyen egyszerű, nem? Hát ebbe egyet is értettünk. Na mondom, nézze, itt van ez a 30 lehet, ez nem egy nagy összeg, vegyen valami virágot, egy kicsit borotválkozzon, meg jöjjön vissza, meglássa, megint fog turbékolni az asszonyka. Hát úgy nem erősítte nekem, hogy ez meg fog történni, de aztán elment. Én nem voltam már ott, de amikor mondták a kollégák, amikor a felesége meglátta ezt a férfit a 3 kókadozó szegfűvel, hát az úgy elolvadt. Hát annak annyi volt. Aztán hazamentek, írtak egy szép levelet, hogy Csaba testvér, köszönöm, hogy kibékítettél meg minden. És akkor mondtam, hát lám, nem. Mindig azt mondják, hogy a kereszténység nem éri meg kereszténynek lenni, meg mire jó az, hogyha én szeretek, meg minden. Hát 30 lejből, hogy tudtam volna ezt a 3 gyereket én felnevelni, nem? Hát ez marha jó üzleti fogás volt, igaz? Tehát én azt gondolom, hogy mernünk kell hinni a szeretet győzelmébe. Mernünk kell bízni egymásba. A múltkor is jött egy férfi, és nagyon szitta a feleségét. Hát úgy nem mondtam semmit, mert nagyjából igaza is volt.
Na, de aztán végül azt mondtam neki, nézd, jó ember, te most egy útelágazáshoz értél, döntened kell. Úgy tűnik, hogy az igazság is, az asszonyka is, mind a kettő nem lehet a tiéd. De tudod mit? Én az asszonykát választanám, az igazság se az ingedet nem fogja kivasalni, se főzni nem fog neked, hagyd a csodába, vegyél egy csokóvirágot, nyerd le ezt a békát, menj adj egy puszit neki, és mondd meg, hogy kicsi vagy, huncut vagy, de mégiscsak az enyém vagy, nem? Tehát én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy igen, Jézus Krisztus hány békát nyert le nekünk nagy csütörtökön, nagy pénteken, nem igaz? Feltámad húsvét hajnalán, ugye, és összegyűjti az ő apostolait a Genezáret tópartján. Azt írja a Szentírás, hogy ezek, amikor a partra eveznek, ég a tűz, sül a hal, és Jézus nem azt kérdezi, hol voltatok nagy csütörtökön, nagy pénteken, hogy nekem miért egy ezer idegen Simon kellett azt a keresztet hordozza, hanem azt mondja, hogy gyertek fiúk, reggelizzetek, melegedjetek, meg biztos átfáztatok. Nem tudom, értik-e, hogy mennyire ez az út járható. Igen, félre tudta tenni Jézus az igazát. Ha az igazat választotta volna, akkor szegény Péter meg a többiek mit mondhattak volna? Hát azt, hogy atyám, bocsáss meg nekünk, hát kár, hogy megszülettünk, te többet nem látsz minket. És akkor Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával, nem? Kezdhette volna karácsonnyal elől a világ megváltását. De milyen szép, hogy Jézus bízott ezekbe az elesett, összetört emberekbe. Nem baj, itt vagyok mellettetek, segítlek, bátorítlak. Milyen jó lenne, hogy ezzel a lelkülettel tudnánk egymáshoz fordulni. Ezzel a bízalommal. Csak jót akarsz. Sault egész biztos azon az éjszakán, hát hogy mondjam, a maga hite, a maga jó szándéka vezette, hogy Szent Istvánt kivégezzék. Jézus fényt vitt ebbe a jó szándékba. Megértette vele, hogy ennél sokkal, de sokkal magasztasabb, szebb úton lehet járni. Igen, testvéreim, én hiszem, hogy a 21. század Kárpát-medencei magyarság számára hátra van ez a kiegyezés. Biztos, hogy románokkal, szerbekkel, szlovákokkal. Fáj nekünk nagyon Trianon, de valamilyen szinten ki kell tudjunk engesztelődni. Ki kell tudjunk egyezni. Hogyan tovább? És az is egészen biztos, hogy Magyarországon belül a különféle felekezetek, nemzet részek, politikai pártok, egy asztalhoz kell tudjanak ülni. Ez a gonosz léleknek jó csak egyedül ez a hatalmas, egymással való szembefordulás. Legtöbbször ugye a gyerekek, akik hozzánk kerülnek, mindig erre bíztatom a rokonokot, hogy próbálj a főnököddel kibékülni, a plébánosoddal, a feleségeddel, anyáddal, önmagaddal. A béke erőt szül, a béke egészséget ad, a béke jövőt ad, a béke talpra állít, és vissza fogod tudni venni a gyermekedet. De béke nélkül csak sodródó falevél vagy. Hiszem, testvérem, hogy járható ez az út. Hiszem, hogy a mi népünk előtt nem dicső múlt van, hanem boldog jövő. Hiszem azt, hogy igen, Betlen Gábor szellemében, ha egy asztalhoz merünk ülni, akkor megint, nem csak Erdélyben, hanem egész Kárpát-medencébe egy tündérkert lehet. És lelkünk mélyén erre vágyunk. Higgyünk a párbeszédbe, higgyünk abba, hogy jó a másikat befogadni életünkbe. Merjük egymás felé kinyújtani kezünket szeretettel és békével. Amen. Hiszek egy Istenben,
testvéreim, anyánk az egyház arra bíztat, hogy a Szent Mise legszentebb része előtt csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg kéréseinket. Tegyük meg alázattal. Vésd szívünkbe, Urunk, azt az igazságot, hogy Te minden megpróbáltatás közepette változatlanul szeretsz minket. Erősíts egyházadat, hogy minden viszontagság ellenére hűségesen tanúskodjék rólad az emberek előtt. Segítsd a népeket, hogy a viszályok megszűnjenek, és töretlenül megmaradjon a lelkekben a testvéri összetartozás tudata. Ne engedd, hogy a rosszat rosszal viszonozzuk, és fordítsd felénk azok szívét, akik nem szeretnek minket. Add meg híveidnek a mindvégig való álhatatosság kegyelmét. Urunk Istenünk, néhány kérést fiataljaink hangosan is kimondtak, de Te, aki a szívek vesék vizsgálója vagy, látod, hogy mindannyiunk szívében még mennyi más kérés, foász, könyörgés, imádság is ott van. Szeretnénk imádkozni a megkeresztelt babákért. Szeretnénk... Te fogod megkeresztelni, Csaba testvér, én csak a bevezető szertartást végzem. Szeretnénk imádkozni itt Karttal, és környékről idejött testvéreink szeretetéért, azért, hogy békében, örömbe, összefogásba, családi egységbe élhessék mindennapi életüket. Veled kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves jó testvérek, hadd szabadjon meghirdetnem az adakozási lehetőséget. Mint minden szentmisében, ilyenkor a felajánláskor persei adományunkkal támogatjuk, hol az éppen helyi egyházközséget, a templomok renoválását és egyebeket, hol valami egyéb nemes célt. Itt most a mai persei adományunkkal tudjuk a Dévai Alapítványt támogatni, vagyis Csaba testvér munkálkodását. De most már megjegyzem, két hét múlva, Szent Erzsébet napja utáni vasárnapon még egyszer lesz adakozási lehetőség itt a Karttali templomban. Olyankor a szeretett szolgálat gyümölcseiért mindenkor imádkozunk és adakozunk, most az is többek között ezt a célt is fogja szolgálni. Most többen is indulnak a képviselő testületi tagok, hogy begyűjtsék a mostani adományt, a Jóisten fizesse meg mindenkinek. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Amen.
Urunk Istenünk, a Te nevedbe gyűltünk össze, és arra kérünk, ahogy karácsony estén emberé lettél, most jöjj közénk a kenyér és bor színében, hogy veled találkozva megújuljon életünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóan méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszállva a tévelygő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és föltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül, egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának, föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát a világon. Tedd tökéletessé a szeretetbe Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel, az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményébe elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt,
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, kisbabákért, mindannyiunkért, hogy békében, szeretetbe, Isten gyermeki méltóságunkba élhessünk szülőföldünkön, ezért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, szeretettel gyűltünk össze a te nevedbe, és arra kérünk, ne gyengeségeinket, gyarlóságainkat nézzed, hanem jó szándékunkat, jó akaratunkat, és őrizd meg bennünket egységbe, itt, Kartalon, Kárpát-medencében, az egész világon, békében, szeretetben. Te, aki ölsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtettel. Köszöntsétek egymást a szeretet a béke jelével. Legyen békesség köszönjük. Az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Bejárati ajtónál hátul is van áldoztatás, itt az oldalhajóban ugyancsak, és majd elől is még ketten áldoztatom. Is korottak már engem.
Oh,
Anna Róza, én téged megkeresztelek, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Olivér, én téged megkeresztelek, kicsit felemeli a lábad, ide vagyok. Olivér, én téged megkeresztelek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Oli, szülei, köszönöm. Tizet belettem. Ádám Márton. Ádám Márton, én megkeresztelek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm, gyorsan. Bocsánat. Bendegúz Nimrod Imre. Bendegúz Nimrod Imre, én megkeresztelek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mi a Te néped vagyunk, és összegyűjtöttél bennünket templomodba. Köszönjük, hogy közénk jöttél a Szent Igédben, Szent Testedben tápláltál bennünket, Te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Böjtje atyát a településünkön. Példaértékű élete és munkásságának híre megelőzte ezt a mostani találkozást. Kartal polgárai adományokat gyűjtöttek Böjtje atya alapítványának. Kartal nagyközség képviselőtestülete és jó magam pénzbeli adománnyal segítjük Böjtje atya alapítványát, a Dévai Szent Ferenc alapítványt. Azt kívánjuk, hogy munkásságát és az erdélyi szegény gyerekeknek a lelki és erkölcsi támogatását még sokáig tudja folytatni. Köszönöm szépen! Amint látták a kedves jó testvérek, közben keresztelés is történt. A kereszteléssel kapcsolatban az egyik kis rokon kislány hadd mondjon el egy versikét. Honnan érkeztél, kisbaba? A végtelenből ide. Honnan olyan kék a szemed? Honnan jöttem? Nézd az eget! Honnan van benne ragyogás? Benne hagyták az ég egyik csillagát. Könycsepp honnan került bele, amíg vártam idefele? Honnan? Oly sima magas homlokod. Egy puha kéz megsimogatod. Arcod mitől meleg? Fehér rózsa. Vagyok minden titkok tudója. Honnan? Oly kezed? Honnan? Kezed, karocskád. A szeretet öltött ilyen formát. Honnan van formás kis lábad, ahonnan kerubok kapják a szárnyat? Honnan van édes gödröcskéd, nem más, mint isteni érintés? Hogy lettél, ki mindenből felépül? Isten rám gondolt, így születtem végül. Hogy hozzánk jöttél, kedvesem? Isten rátok gondolt, így itt cseperedem. Nincsen vége még egy ideig, Csaba testvér. Hallgass meg egy édesapa és a kisfia köszöntését. Gyertek ide, az nagyon gyönge. Gyertek ide inkább gyorsan. Marci, ide jó hangosan kiabált. Ide a mikrofonba, Marci. Kedves Csaba atya, köszönjük neked, hogy eljöttél hozzánk. Kívánunk neked sok erőt és kitartást a jövőbeni terveidhez, de főképp kérjük a jó Istent, hogy eztán is áldásával kísérje munkádat. Bokrot odaadhatod. Én is olvastam. Kedves Csaba testvér! Engedd meg, hogy a kartali hívek nevében megköszönjem, hogy elfogadtad József atya meghívását.
Köszönjük, hogy általad találkozhatunk az Úr Jézussal, hogy körbeülhettük asztalát, hallgathattuk az ő tanítását, és érezhettük végtelen szeretetét. Hálát adunk a jó Istennek, hogy személyedben példát állít elénk. Példát, mely megmutatja, hogy lehet Krisztusnak szentelni életünket, hogyan lehet Krisztus akaratát felismerni, elfogadni, megvalósítani az ember életében. Hogyan lehet az üldöztetést, a kudarcokat és mások által okozott szenvedést is elviselni Krisztusért. És hogyan lehet Krisztus szeretete által felemelni, önzetlenül szeretni embertársainkat. Tudjuk, hogy nehéz sorsú családokon összegyűjtöd az árva és éhező kitaszított gyermekeket. Mégis van valami, amit irigyelhetünk tőlük. Az, hogy van nekik egy Csaba atyájuk, akivel akár nap mint nap együtt lehetnek, leülhetnek a... Minden nap más és más gyerekkel, leülve esetleg velük egy-egy vacsorához, egy-egy ebédhez, leülve velük egy-egy esti imádsághoz. Ezt nagyon irigyeljük tőlük, mert itt voltál nekünk, egy nagy ünnep volt ez a mai nap számunkra. A szeretet, amit átadtál felénk, a szavak, amelyek szívünkig hatoltad, kívánjuk, hogy Jóisten nagyon sokáig tartson meg téged még a gyermekek segítségében, mások biztatásában. És hadd legyen egy személyes kérésem is itt most a Szent Misén. Hogyha valamelyik szeretett otthonodban összeülsz gyermekeiddel egy esti imádságra, akkor imádkozz kifejezetten a kartali gyermekekért, a kartali ifjúságért, hogy akik a Szent az oltári szentségben megerősödve és a bérmálás szentségében megerősödve indulnak neki a világnak, az iskola befejezése után ne forduljanak el a Jóistentől. Érintse meg a szívüket, lelküket a Jóisten, hogy 10-20-30 év után is ilyen sokan lehessünk a templomban, mint amennyien most vagyunk. Köszönjük neked, hogy itt voltál, és minket tanítottál, és szerettél. Azt szokták mondani, hogy a papok mind egyformák. Az egyik ilyen, a másik olyan. Na most itt ez a problémám, hogy van az, hogy Csaba testvérben ilyen is, meg olyan is van. Hisz az életszentség útján járva misét mutat be nekünk úgy, hogy talán maga a Szent Mise egyik-másik pillanata is felejthetetlen lesz. Ugyanakkor kibékíti például a románt a magyarral. Ehhez is van karizmája, hogy tud beszélni egyszerű emberekkel és diplomásokkal egyaránt. Ő ehhez is kapott képességet. Hogy a tévútra került nem hívő embereket is ugyanúgy tudja szeretni, mint azokat, akik azt hiszik önmagukról legalábbis, hogy már igazán hívő emberek. A papokat is tudja szeretni, és a papokra bízott nyájakat is fölkeresi, most már lassan Európa szerte. És tud az anyagi dolgokkal is foglalatoskodni, és tud a lélekkel is foglalatoskodni. És talán ki tudja békíteni még a reformátusokat is a katolikusokkal. Nemrég hallottuk, hogy Miskolcon mondta nekik, hogy Ferenc pápa szeretettel vár benneteket, gyertek. Hát ezt én nem merném mondani, ő merte egy református templomban mondani. Szóval sok-sok értékedet, Csaba testvér, megköszönjük a Jóistennek, mert hát te csak egy ilyen alagút vagy, amin keresztül elérkezik hozzánk az Isten kegyelme. Köszönjük, hogy jöttél, és még egy picit légy türelmes, mert most egy énekszám következik, ugyanis az elmúlt hetekben befejezte nem életét, de munkálkodását. Mégpedig nem is akármilyen munkálkodását. Gál Teréz, Terézia testvérünk, Terike néni, aki a plébánián tulajdonképpen kislánykora óta helytáll, és helytállt most utolsó 16 évében, itt a kartali plébánián is. Csendüljön fel az ő köszöntésére egy szép ének, és közben kérem Terike nénit, hogy szíveskedjék erre kifáradni felém. Thank you.
mesteri kenyerén hány papot szolgált? Azt úgy valamikor összeszámoltál? Hát főnököm 7 volt. 7? 7. Akkor olyan éppen szerencsés 13 körül lehetne. Hány él még közülük? Nem sok. Hát nem sok. Kedves testvérek, óriási dolog, hogy valaki netán úgy gondolja fiatal korában, hogy hát nem úgy fogok élni, mint ahogy a barátnőm. Nem úgy, mint akivel együtt jártam iskolába, általános iskolába vagy középiskolába. Hanem nem kötve házasságot, mindenkit egy kicsit a szeretetembe fogadok, de azon belül is az egyházközségeket, és hogy azok boldoguljanak, hát így a papokat, a lelkipásztorokat. Én csak akkor ismertem meg Telike nénit, amikor 15 hónappal ezelőtt ide költöztem, én személy szerint ezért a 15 hónapért mondok köszönetet, és hát folytassa ott, ahol Isaszegen a bérmalánya, mi, ahogy mondta, ad feladatot, úgyhogy kitartás. És hát ne csak a magam nevében és a lelkipásztorok nevében, hanem dr. Berr Miklós Sváci megyés püspök atyán nevében is hadd szabadjon köszöntenem. Gál Teréz részére, aki több évtizeden keresztül házvezetőnőként csendes, szorgalmas munkájával szolgálta az egyházat. Szeretettel adom további életére főpásztori áldásomat, békés, boldog éveket kívánok szerettei körében. Az Úr 2013. esztendejében dr. Berr Miklós, Váci megyés püspök. Tessék eltenni emlékeit! Kedves Teri néni, nekünk jutott az a feladat, az a megtiszteltetés, hogy megköszönjük azt a sok évtizedes áldozatos munkát, amit egy-egy plébánia egyházközség szolgálatában végzett. Most a Kartali Egyházközség és képviselőtestülete nevében külön is megköszönöm azt a 15 vagy 16 évet, amit itt töltött nálunk a József atyák házvezető nőjeként. Hálánkat és köszönetünket Sík Sándor Te Deum című versével tudom a leginkább kifejezni. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála légyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatot másokat, s nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam. És sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen. Hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért, hála legyen. Hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen. Köszönöm. Csaba testvér nem egyedül jött, egy kis erdélyi levegő jött vele. És ez az erdélyi levegő hozta a kórust, akik most szentmisénk befejezéseként énekelnek. Reményik Sándor, béke.
valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, meghalni tisztán, megistenülés, s a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a béke ez. Orkán ordított aztán odakint, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend, a béke itt kezdődik. Bent csend, Isten hozott. Isten hozott. Karokban melegedni. Fani suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jó nap lenni. Milyen jó volna jó nap lenni. Milyen jó. Sem lohatni, semmit se kérni, el se venni. Nagy hűsége mindent szeretni. Ilyen jó volna mindig adni. Milyen jó volna mindig adni. Milyen jó. Antoine de Saint-Exupéry, fohász. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mérték megtartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, és észrevegyem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, melyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni, hiszen te tudod, hogy milyen nagy szükségem van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb,
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk. Ajándékoz elegendő fantáziát ahhoz, hogy kellő pillanatban és megfelelő helyen szavak vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Taníts meg a kis lépések művészetére. Egy lángot adok, ápolt ad tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka. Lilért fénnyel álmodik a láb, s örök tűzzel álmodik a szív. Egy lángot adok, ápolt ad tovább, s gondozt híven. Róth Márta, kezedbe teszem a könyvet. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, hogy világíts annak, aki bántod. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takar be az árvánfázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen, hogy várjon az otthon. Indulj hát, hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet. Lángot adok, én is kaptam azt, messziről, mint egy mennyei vigaszt. Egy lángot, amely forrás összefűz, jártam Veston ledő templomában. Örök égő lángot ott találtam, s a lelkem lett a fehér veszt a szűz. S a lelkem lett a fehér veszt a szűz. Földindulás volt, megindult a hegy, eltemette a kis templomot, de a lángot nem bírta eltemetni. Teréz anya imája. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. Mégis érd célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség és őszintesség sebezhetővé tesz.
mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt. Mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz, támadás éred. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, és ha verést is kapsz érte cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van. Teréz anya, az élet himnusza. Az élet egyetlen esély, ezért vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, ízlel. Az élet álom, tedd valóságá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játsz. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet dal, énekeld. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet élet, éljed. Lángot adok, ápolt ad tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, s lidérc fénnyel álmodik a láb, s örök tűzzel álmodik a szív. Egy lángot adok, ápolt ad tovább, és gondolsz. Nagyon szeretettel jöttünk Önökhöz, és ugye Vásárhelyről az ottani főiskolások, egyetemisták kollégiumából hoztuk el ezt a 8 fiatalt, ami közös bennük az, hogy hát aranyosak, kedvesek, de még az a legfontosabb vagy számomra, hogy 8-10, van olyan, melyik 15 éve nevelhetek. Tehát nagyon rég, hogy az alapítványnál vannak. Van, aki az óvodát is nálunk kezdte. Most mindannyian főiskolások, egyetemisták. És hál' Istennek, hát ugye múltkor úgy szereplés közben gondolkoztam, hogy közülük hányat kellett az a sok-sok év alatt nyakon verni, és nem jutott egy se eszembe. Tehát hogy mondjam, nem emlékszem, valamelyikkel kellett volna vitatkozzak, veszekedjek, civakodjak, úgy kiadósabban, vagy hogy mondjam. Úgyhogy én hiszek abba, hogy Jóisten jó anyagból teremti az embert, a mai embert is. Tehát nem csak Szent István király idejében, nem csak, mit tudom én, Jézus Krisztus korában voltak nagyszerű gyermekek, fiatalok, hanem ma is Isten selejtet nem teremt. Ma is minden egyes gyerek Isten nagy csodája. Én köszönöm, hogy itt lehettem Önök között, és hát az Atyát is, meg Önököt is, ha Erdélybe járnak, nagy-nagy szeretettel látjuk. Kint lehet kapni ilyen naptárokat, és ebben a naptárban benne van minden háznak az elérhetősége, címe is. Úgyhogy bármerre mennek, hát összesen 78 helyiségben van gyermekvédelmi tevékenységünk Erdélyben. 78 helyen van otthonunk. Vannak kisebbek, nagyobbak. Úgyhogy mindenkit szeretettel látunk, és hát a támogatást, amit Isten nevébe adtak, azt megpróbáljuk jó árfolyamon átváltani gyermekmosolyra,
jó magyar szóra, imádságra, szeretetre. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent misa áldozatot bemutattuk, szép vasárnap délután kívánok, járjatok békébe! Még egyszer megköszönöm, Atya, hogy eljöttél közénk. Jó Isten, meg Csaba királyfi, vigyázzon rád. Néztem, hogy milyen jó, hogy itt könnyű volt neki prédikálni, mert ott van Szent László. Pont onnan ő nézte Csaba testvért, Csaba testvér nézhette Szent Lászlót. A székely himnuszt is elénekeljük, de most előtte már mehet is, ugye, a boldogasszony anyánk, amiben még mindnyájan maradjunk itt, és szívvel, lélekkel énekeljük.